Figyelj, ilyen 10 centin belül próbáld meg tartani, jó? Ide egy kicsit, akkor följebb húzom. Szóval ez itt most egy fizikai kísérlet, hogyha jól értem. Azzal, hogy a levegőt megtermeled és bevezeted ebbe a csőbe, ez a könnyű kis pingponglabda kinyába elkezd lebegni. Tehát körülötte elmegy a légáramlat, és ez emeli, illetve ha nem tekered a biciklit, akkor pedig visszasüllyed. Amikor elkezdett születni a játszóház, legalább 7-8 évvel ezelőttre gondolok, akkor fizikai értelemben Szabi kezdte el így megtestesíteni a háromdimenzióban a játékokat, és az valahogyan gyökerezhet onnan, hogy a gyerekkorában elképesztően sok bringát szerelt, és elképesztően kreatívan kellett megoldani, mert nem volt hozzá alapanyaga. Tehát ahova csavar kellett volna, oda lehet, hogy drót volt. És hogy én úgy gondolom, hogy ez újszerű, ilyen paradigmaváltásszerű megoldásokat tudott adni abba, hogyan szerintem ő a mai bringáit összerakja. Az én vonalam pedig, hogy én ahogy kislánykoromban is visszagondolok magamra, én valahogy mindig így a természet lánya voltam. És ahogy az játszóház elindult, akkor már több mint 10 éve ismertük egymást, én azt gondolom, hogy valahogy az én szellemiségem így valahogy őt is vitte ebbe az irányba, hogy akkor ezzel így foglalkozzunk, csak ő teljesen máshogyan közelített ehhez, és akkor eképpen a bringák érkeztek meg az ő fantáziájába. Amikor meghajtjuk ezt a bringát, akkor az a hajtás átjön erre az amerikánerre, ez pedig elkezdi forgatni ezeket a valamiket itt. Görgőket. És ezek meg bekapják a kártyákat, és össze van keverve. Uh-huh. Ki fogja tekerni a biciklit? Én. Na-na. Kész is vagyunk, itt egy elakadás van a végén, még nyom meg egy kicsit. Szuper! Itt a helyi vastelep támogat minket azzal, hogy elhozhatunk dolgokat, tehát amiben így fantáziát látunk, azt elhozzuk és átalakítjuk. Tehát van egy olyan üzenete ennek a tevékenységnek, hogy a már elengedett, eldobott, kidobott dolgokat visszamentjük. Van, amikor egy ötlet után megyünk, és ahhoz keresünk konkrét terméket, kidobott dolgot, de van, hogy kimegyünk, és egyszerűen inspirálódunk. Tehát szétnézünk, és hogy hú, ebből mit lehetne csinálni, vagy az mire lenne jó. Különben azok a legjobbak. Mint a cukorkaboltba egy mazsolászt. Igen. Hát más glamour napokra jár a plázában, mi a roncstelepre megyünk vadászni. Felkészültetek? Tekerd föl! Túllőttük őket! Egy pont. Mikor jönnek a barátaid? Aha. Mindig van valami összekészítve, meg mindig van olyan, amit ki tudnak próbálni. Tehát az újdonságokat letesztelik, és az nekem is nagyon jó, vagy nekünk is nagyon jó, mert akkor így látjuk azt, hogy van-e még gyerekbetegsége az eszköznek, tehát házon belül rá tudunk világítani még a problémákra, és akkor így én azt gondolom, hogy ez egy ilyen win-win üzlet. Oké, szuper. Akkor Regő, te leszel itt a jobb oldalon, Soma, te leszel a bal oldalon, és akkor az a feladat, hogy ezt a szivacslabdát kell fölvenni, eldobom a fűbe, így. Úgyhogy nem érhettek hozzá, csak ezzel a ketyerével. A Covid járvány minket is gyakorlatilag lesújtott, tehát hogy elvesztettük a munkánk 99, szinte 100%-át. Azt lehet mondani, hogy egy teljes rendezvény év ki lett radírozva egy hét alatt. Ebből a járványhelyzetből megpróbáltuk a jót kihozni, és az időnket, a felszabadult időnket arra fordítani, hogy fejlesszünk. Itt van az egyik raktár, illetve fejlesztőközpont, meg műhely, minden így egyben. Köszi. Jön az egyik bringa.
Imbusz kulcskészlet. Melyik hiányzik belőle? Amelyikkel. Amelyikkel. Azt tapasztaljuk, hogy ha elviszük egy családi napra, ahol egyébként elképesztően sok ugrálóvár, halszfestés és nagyon sok minden érdekes van, van mindig egy olyan tipikus csapat, ami utána így visszatér. És amikor még abból, a családi napból még hátra van másfél óra, azt ő csak nálunk és csak itt akarja tölteni. Mi is kapunk azzal, hogy működünk. Alapvetően ez a családi vállalkozásként, mi ebből élünk, és ezt pénzenergiaként kapjuk, de hogy nekünk is feladatunk, hogy adjunk vissza. És hogy ezek a helyek, ezek a jótékonysági akciók, amikben mi is benne vagyunk, mi azért gondolom, hogy ez így fontos nekünk, hogy ez a körforgás, ez így legyen, ez így létezzen, működjön, és ez így van rendben, ez így van jól.